Egy perces néma főhajtással kezdődött a bonyhádi képviselőtestületi ülés. Kolozsiné Gergely Ceciliára, a Felvidékiek Egyesületének elnökére emlékeztek. Ezt követően pedig a város legfontosabb döntését hozták meg, elfogadták az idei év költségvetési rendeletét. 4,1 milliárdból gazdálkodunk az idei évben. Úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés, ez a rendelet, ez tartalmaz minden olyan szükséges eszközt, amivel minden intézményünk tud rendben működni. Egy jelentős fejlesztési tartalékkal fogadtuk el, tehát az arról nem lehet szó, hogy esetlegesen egy ilyen választási költségvetést hoztunk volna létre, hiszen szeretünk óvatosan tervezni, és inkább az év során, amikor már biztosan látjuk, hogy hogyan alakulnak a számok, akkor többet költeni. Egyébként is én úgy nőttem fel, és úgy tanultam, hogy akkor kell megfogni a pénzt, amikor van miből, és hál' Istennek van, hiszen 1 milliárd forintos többletforrással fordultunk az évbe, tehát ennyi maradványjal számolhatunk az idei esztendőben. 100 millió forintot a civil szervezetek számára, 32 millió forintot pedig a sportélet biztonságos működésére fordítanak. A polgármester elmondta, 12%-os béremelés sikerült a városnak saját forrásból eszközölnie minden önkormányzati és hivatali dolgozó számára. Betöltésre kerül a Cseh Miklós halála okán megüresedett házi orvosi praxis is. Én örömmel tudok arról beszámolni, hogy gyakorlatilag egy hónap alatt megállapodással jutottunk dr. Németh Csabával, aki egyelőre április 1-től, de teljes állásban 40 órás helyettesítéssel látja el a körzeti orvosi feladatokat a hármas körzetben, majd amikor a praxisok egy éve lejár, akkor azt követően pedig főállásban és nem önkormányzati alkalmazottként tudja majd ezt megtenni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Ugye dr. Németh Csaba Szekszárdi kórház főigazgató főorvosa volt december 31-ig, egy kiváló belgyógyászról beszélünk, aki fiatal, és remélem, hogy több évtizedeken keresztül fogja még a bonyhádiak egészségét szolgálni. Döntöttek még a bonyhádi varázskapu bölcsőde és óvoda nyitvatartási idejéről és a beiratkozás időpontjáról is, ami április 23-a, 24-e lesz.